Kolozs megye 7 települése is küld lisztet az idei Kárpát-medence kenyeresütéséhez. Az alapanyagot ma délben vették át a kenyérsütés szolnoki kezdeményezői és Diószegi László pékmester a kolozsvári főkonzulátus udvarán. Augusztus 20-ára a Kárpát-medence magyar lakta területeiről származó hozzávalókból a szolnoki művésztelep óriás kemencéjében sütnek rekordméretű kenyeret. Ezekben a piros-fehér-zöld szalagos zsákokban indult útjára a Bálványos, Váralja, Györgyfalva, Magyarszovár, Tordaszentmihály, Várfalva, Búza és széktelepülésekből származó búzaliszt, hogy a Kolozs megyei alapanyagokból is jusson a Kárpát-medence kenyerébe. A zsákokat helyi népviseletbe öltözött fiatalok adták át. A sütésmódjáról az eseményen jelenlévő pékmestert kérdeztük. Egy 300 kilós tésztát kell a kemencébe behelyezni, ami egy mondjuk 50 kiló körül van a lapát, az 350 kiló, tehát a 350 kilót azt meg kell 6 ember, 6-on szoktunk lenni, 6 ember meg kell emelje, be is kell helyezze a kemencébe, és ki is kell rancsa azt a lapátot úgy, hogy az a 300 kilós tészta le is essen a lapátról, hogy tudjon megsülni. Tehát nem olyan könnyű. A Kárpát-medencei hozzávalókból 2 darab 250 kilós és 550 kilós kenyér készül, ezeket a hozzávalók adományozóihoz juttatják el augusztus 20-ára az akció kezdeményezői. Kolozsvárra egy 250 kilós kenyér érkezik majd, amelyet a kolozsvári magyar napok keretében lehet megkóstolni. Egy ilyen akciónak az a neve, hogy a Kárpát-medence kenyere, akkor ez a teljes kárpát-medencei összetartozás, magyar összetartozás szimbolizálja, ilyen értelemben teljesen ott a helyünk. Tavaly a kolozsvári magyar napok keretén belül, augusztus 20-án főtéren a Mátyás szobor alatt szeltük meg az akkor 200 kilós kenyeret. Szolnok városa 2011-ben indította útjára hagyományteremtő céllal a nemzet kenyere, 2013-tól a Kárpát-medence kenyere nevet viselő kezdeményezését. Tavaly a kunsági búza, vajdasági kovász, erdélyi sók, kárpátaljai forrásvíz, valamint felvidéki és erdélyi burgonya felhasználásával sült 200 kilós kenyér.